Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy szerelmi jóslás. Mi történik a szerelmi élet területén a következő időben? Ezt megnézzük ennél a jóslásnál. Itt ez a férfi áll a középpontban, az egész világ körülötte forog. Azt is jelenti ez a kép, hogy ő várakozó, figyelgeti a dolgokat, figyelgeti az eseményeket, és vár arra, hogy úgy magától történjenek az események, de azért tudja irányítani a dolgokat. Itt a ház jelentheti az ő otthonát, vagy a szülői házat, a rokonokat. Itt vannak korlátozások, erre utal ez a torony. Ez a torony lehet egy hivatalos dolog, vagy egy bírósági ügy. Ő figyelgeti ezeket az eseményeket, nem szól bele a dolgokba, de nem könnyű, hiszen a torony jelent korlátozásokat is. Amit még a torony jelenthet, hogy ő ugyan szeretne kiépíteni valamit, megvannak az alapok, ami kettőtöket illet, de ő benne van a toronyban, ez olyan, mint egy labirintus, keres egy kiutat, keres egy megoldást. Itt látható a szerelem, de mivel vannak itt korlátozások, nem meri ezt kimondani, hogy szeret téged. De ez nem tart sokáig, a következő hetekben változik a helyzet, meg lesz a könnyűség, a csevegés, és végre beszél érzelmekről, vagy tervekről, hogy mit szeretne itt kiépíteni veled együtt. Itt a gólyák utalnak a változásokra, változik a hozzáállása, a véleménye, változik a fellépése, vagy a körülmények változnak. Itt látható ez a kulcs, ő maga biztos lesz, sőt, kinyílik egy ajtó, ezek utalnak a lehetőségekre, vagy az ő nyitottságára, és itt látható a nyilvánosság, hogy találkoztok a nyilvánosságon, vagy ő megkapja az elismerést a nyilvánosságon. Kezdetben még úgy fogva érzi magát, és úgy gondolja másról, mások nem veszik őt észre, de változik a helyzet, itt van a változás, a magabiztos fellépése, és ez a kártya jelenti azt, hogy igen, őt észreveszik, majd megkapja az elismeréseket, és pontosan ez az ő elvárása. És ez volt a szerelmi jóslás, egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kér tőlem ezt a szerelmes jóslást. A díjam 4000 forint. És kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!